A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Lázár miniszter a múlt héten bejelentett, márpedig, hogyha ő bejelent, annak két oka lehet. Az egyik, hogy nem foglalkoznak az éppen összedőlő MÁV-val, a másik, hogy exponálhatja magát, mint fontos miniszter. Én most mégis az elsőre tippelnék, mert a téma, amit elővett, az ugyan fontos, valóban nyomasztó problémára nyújtana megoldást, viszont jó pár éve emlegetik, valaki mindig előveszi, amikor valamiről el akarja vonni a figyelmet, aztán hagyják a fenébe. Erről fogunk most beszélni, nyomjatok csengőt, lájkot, iratkozzatok fel a Patreonunkra, aztán kezdünk. A bejelentés így hangzott. Mi azért dolgozunk, hogy jobb legyen vidéken élni, hogy a vidéki emberek kiszámíthatóbb és élhetőbb körülmények között éljék a mindennapjaikat. Ennek érdekében a Fidesz kormány stratégiai célként határozta meg, hogy minden megyei jogú városba kétszer kétsávos gyorsforgalmi úton lehessen eljutni. Már csak három ilyen város maradt, és most Esztergomon van a sor. Az M100-as, amely az M1-es autópályát kötné össze 32,3 km hosszan Esztergommal, a legkomplexebb az összes hasonló projekt közül. Az útépítés nehézségét és magas költségeit mindennél jobban szemlélteti, hogy Magyarországon ritkán szükséges műszaki megoldásokra, így három alagútra és több völgyhídra is szükség lesz a kivitelezés során. A mai napon ennek a projektnek a részleteit néztük át az érintett térségek országgyűlési képviselőivel. Én az érintett környéken nőttem fel, viszonylag fiatalon, én 10-12 évesen már elkezdtem Pestre járni, hol autóval, hol vonattal, hol busszal, úgyhogy már viszonylag korán károsultja lettem a 10-es útnak, mint az a nagyjából 10-sok ezer ember, aki minden reggel ott áll a Solymári dugóban az Ürömi körforgalom előtt. Épp ezért lejöttem az érintett kereszteződésbe, hogy egy kicsit vázoljam, hogy miért van szükség erre a beruházásra, majd utána elmondom azt is, hogy miért nem ezzel kéne kezdeni. Jelenleg a főközlekedési útvonal Budapest és Esztergom között a 10-es út a Flórián téren indul, és egészen Dunaalmásig tart. A nyomvonala kis túlzással megegyezik azzal a hadi úttal, amit a római korban is használtak, ez a nyugati provinciákat kötötte össze az Aquincummal. És hát az út állapota is olyan, hogy nagyjából Cisterciusban fizették ki az utolsó kubikusokat, akik még dolgoztak rajta. Ahogy a mellékelt ábra mutatja itt mellettem, a 10-es út egy kétszer egysávos útpálya. A probléma viszont az, hogy a Dorog és Budapest közti 28 kilométeres szakaszon. 1920-ban még csak 20 ezeren éltek, ugye több település, város, falu található erre. Viszont ez a szám 2010-re már átlépte az 57 ezeret. 1990 óta csak Pilis Csaba, tehát a következő település, mert most Jászfalun vagyok, szóval hogy Pilis Csaba lakossága az megháromszorozódott. Hogy miért? Az viszonylag messzire vezet, ez egy általános demográfiai kérdés. Magyarország viszonylag fejnehéz, tehát hogyha az ember normális fizetést szeretne hazavinni, akkor ezt Budapesten teheti meg. Ezért nagyon sok ember Budapestre költözik. Viszont mivel sok ember él Budapesten, ezért ott viszonylag nehéz ingatlanhoz jutni, nagyon magasak az albérletárak, meg a lakásárak is. Így az emberek kimennek az agglomerációba, tehát azt mondja, hogy oké, dolgozok mondjuk a harmadik kerületbe, nagyjából azt a 17-8 km bejárás Pilis Csabáról még elviselem. Csak amikor mondjuk 20 ezer ember mondja ezt, akkor az a 17-18 km bejárás az nagyon súlyos tud lenni. Saját példámból kiindulva, hogyha mondjuk az Újpesten lévő munkahelyembe 7 óra 10 perckor indulok, akkor nagyjából 40-45 percet megyek. Hogyha 6 óra 40 perckor indulok, akkor 20 percet megyek. Csak hát nem életszerű az, hogy az ember az életéből órákkal fizet pusztán azért, hogy legyen hol laknia. Mert most ez történik. Reggelente Solymáron túl áll annak a sornak a vége, akik itt Esztergomból és az Esztergom Budapest között lévő településekről próbálnak bejutni a fővárosba, és egész egyszerűen feltorlódnak, mert ugyanazon a nyomorult kétszer egysávos 10-es úton kell menniük. Aminek aztán a minősége sem igazán jó, amin több helyen lámpák vannak. Hatalmas fellélegzés volt mellesleg, amikor 2014-ben megnyitották az Ürömi körforgalmat. Az nagyon sokat lendített a környék közlekedésén. Előtte ott egy lámpás kereszteződés volt, és hát az Ürömi lámpa az egy fogalom volt a környékbeli autósok körében. Az M100-as, ez a tervezett kétszer kétsávos út, ez Esztergomot kötné össze az M1-es autópályával.
És bár nyilván ebből profitálnának a közlekedők is, de mégis azt gondolom, hogy erre sokkal inkább a teherforgalom miatt van szükség. Ugye Esztergomnak van egy meglehetősen nagy iparterepe, a Suzuki gyár, és a hozzá tartozó rengeteg kiszolgáló intézmény, beszállítók, gyáregységek, hasonlók. Na most, az itt megkeletkező termékek, autók és az a gyártáshoz szükséges egyéb eszközök, azok mind teherautókkal utaznak, az építkezésekről nem beszélve, és hát ugye ezekre a dolgokra vagy mondjuk a Budaörs környéki hatalmas logisztikai központokban van szükség, vagy pedig felkanyarodnak az M1-esre és mennek az osztrák határ felé. Most ezt a teherautók úgy tudják megtenni, hogy eljönnek Esztergomból a Kesztölci elkerülő segítségével Jászfaluig a 10-es úton, majd felkanyarodnak erre az útra, amit elvisz Tínje irányába, aztán pedig egy rendkívül szűk reszt, rendkívül rossz minőségű szerpentinen és az előbb emlegetett kis falvakon ilyen Perbál, Tök, Tínje, ezeken keresztül mennek át a 40 tonnás nyerges vontató, ami elképesztő, megterhelő és veszélyes az ott élők számára, valamint az áruforgalomnak a sebessége sem igazán kielégítő, a környezeti károkról nem is beszélve. Nyilván sokkal többet pöfög ki egy teherautó, amikor így 40-nel meg 70-nel döcög ilyen rossz minőségű utakon, mint hogyha fixen 80-nal tudna haladni egy 2x2-szávos úton. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez a beruházás, tehát ennek a beruházásnak mindenképpen jött az ideje, és mindenképpen szükség van rá. Ez most az a kereszteződés, ahol a teherautók lekanyarodnak Esztergom irányából, ugye itt vagyunk Jászfalu elején, lekanyarodnak Esztergom irányából Tínje felé. És hát nyilván Bicskénél eljönnek az M1-estől valahol Bicske környékén, és autóznak föl itt erre, hogy tudjanak tovább menni Esztergom, vagy pedig Budapest irányába. Tehát az eleve nagyon zsúfolt és nagyon terhelt 10-es út, azon a nyakába kap egy borzasztó mértékű teherforgalmat, ami még tovább nehezíti a közlekedést, az eleve nem túl jó minőségű utat a nagy teherautók még inkább meggyepálják, és a közlekedők, akik az autóval így beszorulnak mögé, mondjuk reggel 7-kor egy ilyen 40 tonnás mögé, azok áldják az eget. Csak kíváncsiságból bejöttem Tínyére. Ez itt a város első háza, a 39-es számú. Képzeld el, amikor egy csúcsidőszakban tulajdonképpen itt percenként, 3 percenként elmegy egy nyerges vontató, és ha még sima lenne az aszfalt, azt mondanám, hogy oké, gördülési zaj, de nem, ezek itt csörögnek, zörögnek, mert hát az út az olyan, amilyennek gondolod. Lázár miniszter kiemelte, és most idézek, az útépítés nehézségét és magas költségeit mindennél jobban szemlélteti, hogy Magyarországon ritkán szükséges műszaki megoldásokra, így 3 alagútra és több völgyhídra is szükség lesz a kivitelezés során. Te csodás mérnöki vívmányokat látsz, én pedig mérhetetlen mennyiségű ellopható közpénzt. A 32,3 km-es útszakasznak az építési költségeit néhány éve 350 milliárdra becsülték, tehát jól érted, kilométerenként több, mint 10 milliárd forintra. Jut eszembe? Tudjátok, hol a legdrágább az útépítés Európában? Nem nálunk. Ausztriában 12,9 millió euróból hoznak ki átlag 1 kilométert. Hangsúlyozom, ez átlag. Magyarországon ez az összeg 11,2 millió, tehát legalább másfél millió euróval kevesebb, pedig én gyenge vagyok matekból, tehát nagyjából mondjuk 10%-kal. Szerencsére épp csak 10%-kal rosszabb Magyarországon az életszínvonal, és az utak is épp csak 10%-nyival rosszabb minőségűek. Az is beszédes, hogy az éppen összedőlő MÁV feltámasztására 850 milliárd forintot akarnak elcsapni, míg erre a 32 kilométerre itt 350-et. Tehát a teljes MÁV-ot kétszer annyiból, kicsit több, mint kétszer annyiból, mint ezt a nyúlfarknyi szakaszt, ami sajnos elég sokat elárul arról, hogy mit gondol a kormány a közlekedésről, hát hogy messze nem a tömegközlekedés áll a középpontjában a fejlesztéseknek, vagyis hogyha el akarsz valahova jutni, akkor nem tudsz más csinálni, ülj autóba. Ami autósként egy szuper helyzet, csak azt felejtjük el, hogy nem mindenkinek van meg a lehetősége az autótartásra, akár anyagi, akár egyéb okokból. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy ez az első és legfontosabb beruházás, amit meg kell hozni, mert csak ezen a környéken is van még legalább másik kettő, amivel foglalkozni kéne, hogy ennek itt tényleg legyen értelme, mert sokat segít,
viszont a 10-es útnak az igazán rázó szakasza az még csak itt kezdődik a jászfalui elágazás után. A projekt egyszer már elindult 2021-ben, sőt, még nyertes vállalkozót is találtak, ám a rossz gazdasági helyzet és az orosz-ukrán háború miatt elkaszálták a programot. Most viszont újra elővették, és a tervezett beruházás két szakaszban valósul majd meg. Négy különszintű csomópont, M1-M100 vonalon, Mányi, Szomori, Únyi különszintű csomópontok, 26 híd, Őrspusztán egy pár tengely súlymérő állomással kombinált egyszerű pihenőhely is létrejött, a második szakaszon pedig két különszintű csomópont, Leányvári Kesztőci, 26 híd, 3 alagútpár és 317 méter zajárnyékoló fal, valamint 361 méter zajárnyékoló domb épül. Menczer Tamás egy másik posztban fejtette ki, hogy Lázár ígéretet tett arra, hogy még idén kiírják a feltételes közbeszerzést. Az első szakaszsal a tervek szerint 3, a másodikkal 7 év alatt végezhetne a vállalkozó, csak ez 10 év. Na most én szintén károsultja vagyok a Budapest-Esztergom vasútvonalnak, ami 2 évet késett, és nem is emlékszem, hogy hány milliárddal futott túl az eredetileg tervezett költségvetésen. Szóval nem tudom, hogy ezek után mire lehet számítani, hiszen a domborzat és az egyéb viszonyok itt sem sokkal rosszabbak, mint a vasútvonalnál voltak. Bár azt meg kell adni, hogy a vasút jó lett, pontos, kényelmes és nagyon sok utas számított, sok ember életét könnyebbé tette. Nem kétlem, hogy ez az M100-as úttal is így lenne, csak hát nem csak erre lenne szükség. Ami tényleg komoly életminőségváltozást hozna azoknak, akik a 10-es út mentén élnek, vagy életvitelszerűen rá vannak kényszerülve arra, hogy használják a 10-es utat, az az M10-es út. Ez a már meglévő Kesztőci elkerülőjét kötné össze Budapesttel, ez megint egy kétszer-kétsávos gyorsforgalmi út lenne, mert ezzel tulajdonképpen ki tudnák váltani a 10-es utat, és ez megmaradna azoknak, akik valóban csak ezeken a településeken belül akarnak mozogni. Na most az M10-re a 70-es évek óta, 1972 óta vannak tervek, időről időre előveszi valaki jellemzően így a választások környékén, hogy most már aztán nagyon meg lesz. Most éppen Menczer Tamás szállt fel az ígéret vonatról Lázár János mellé, mert hogyha már a Lázár ekkorát tud ígérni, akkor neki is muszáj valami nagyon nagyot blöffölnie. Szóval, hogy a legoptimistább becslések szerint sem készül el 2050-nél hamarabb az M10, és a költségekre még nagyjából tipp sincs, ugye a végig a piris lábába kell menni, meg alagutakat kell furkálni, megint 100 milliárdokról beszélünk a legjobb esetben is. Tételezzük fel, hogy 2050-ben, vagy pár év késéssel, mondjuk 2055-ben megvalósul az M10-es út, meg elkészül az M100-as is, és tételezzük fel azt is, hogy még olyan állapotban leszünk, hogy tudunk autót vezetni, márhogy nem csak bottal tudunk járni és hasonlók. Akkor még mindig az a probléma, hogy oké, megérkezik ide Ürömre, itt vagyok az ürömi körforgalomban, megérkezik Ürömre az M10, és az M100-as pedig összeköti Esztergomot az M1-essel. Na de, a rengeteg Budapestre feláramló autó, az még mindig csak így beesik a városba, ugyanis nem tudja elkerülni azt, mert nincs bezárva körgyűrű. Nem vagyok közlekedésszervező, de azt gondolom, hogy valószínűleg inkább ezzel kéne kezdeni, mert ezzel tehermentesíteni lehetne a belvárost, ami egy kicsit a belső közlekedési állapotokat tudná javítani. És hogy miért jöttem az ürömi körforgalomba? Nézzétek ezt az ágat itt. Ez itt lévő 2x2 méter aszfalt, ami a bejövő és a kimenő ág lesz majd egyszer, ez lenne a tervezett M10-es útnak az egyik bekötőpontja itt Ürömnél. Ezt a körforgalmat 2014-ben adták át, nézzétek, milyen szép nagy fák nőttek azóta ott a túloldalon. Tehát szükség van az M100-ra, mert egy komoly problémát oldana meg, viszont az a baj, hogy az M100 a problémának csak egy kisebb részét, úgymond a harmadát kezelni, elképesztő mennyiségű elégetett pénzből, 350 milliárd forintból. Ahhoz, hogy valós változás történjen ezen a környéken, tehát itt Budapestnek a nyugati oldalán, szükség lenne még tényleg az M10-esre is, valamint arra, hogy bezárják a nullást. Ez még sokkal több pénz, viszont látható változást ez hozna. Most, hogy ezt a 350 milliárdot érdemes elkölteni az M100-ra úgy, hogy a másik két beruházást nem, vagy csak nagyon sokára valósul meg, azt nem tudom megállapítani. Biztos vagyok benne, hogy annak a pénznek azért lehet, hogy lenne jobb helye.
Nehéz eltávolítani magam a problémától, mert Esztergomban nőttem föl, életem nagyon nagy részét töltöttem a 10-es úton, autóban vagy autóbuszon, de mégis azt gondolom, hogy Esztergom egy 28 ezeres város, 60-70 ezer ember él a 10-es út mentén, nyilván könnyítene az életükön, de például lehet, hogy ebből a pénzből el lehetne tüntetni a zsírba száradt port a kórházakból, vagy nem kéne rövidített tanórákat tartani azért, mert egész egyszerűen túl melegek a tantermek a rendes tanórákhoz. Írjátok le, hogy mit gondoltok, mik a tapasztalataitok a 10-es úttal, esetleg, hogyha a környékén éltek, akkor hogy látjátok ezt az egész kérdést. Amúgy meg iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, gyertek Patreonra, gyertek webshopba, és hamarosan találkozunk.